Tehát mi a Zohár mindenkinek című könyvből olvasunk. A második parancsolat. Kérdéseket lehet föltenni a Kabbala TV-n keresztül, a megfelelő kérdéseket kisugározzuk a lecke során. Tehát Zohár mindenkinek, bevezetés a Zohár könyvébe, második parancsolat, 202-es pont. Na mondja Rav. Tehát minden, amit akarunk, hogy megtörténjen, az a Zohár alatt tud a legjobban megtörténni, tehát hallgassuk a Zohárt. Rabbi Simon magához vette és megcsókolta őt. Rabbi Pinhas jött, és megcsókolta, valamint megáldotta őt, és azt mondta, bizonyos, hogy a Teremtő küldött engem ide. Ez az a finom fény, amelyről nekem meséltek, és ami beépült a házamba, amely később beragyogja majd az egész világot. Rabbi Elazar azt válaszolta, nyilvánvalóan ezt a félelmet nem szabad elfelejteni egyik parancsolatban sem, még kevésbé a szeretet parancsolatában. A félelemhez kell annak tapadnia. És hogyan tapad hozzá? A szeretet az jó az egyik oldalon, amikor az ember a személynek gazdagságot és bőséget ad, hosszú életet, fiakat és táplálékot, és akkor a félelemnek fel kell ébrednie, a félelem attól, hogy esetleg bűnt okoz az ember, és elveszíti a szerencséjét. Írva van erről, boldog az, aki állandóan fél, mivel a félelem benne van, bele van foglaltatva a szeretetben. 2-3-as. És ezáltal az embernek fel kell ébreszteni a félelmet a kíméletlen dín oldalán. Amikor azt látja, hogy a kíméletlen dín, azaz ítélet alatt tartózkodik, fel kell ébreszteni a félelmet, és mestere félését megfelelő módon. És nem szabad a szívét megkeményítenie. Írva van erről, az, aki megkeményíti a szívét, szerencsétlenségbe zuhan. Azaz átzuhan a másik oldalra, amely gonosznak van nevezve. Ebből az következik, hogy a félelem hozzátapad mindkét oldalhoz, a jó és a szeretet oldalához, és a kíméletlen dín oldalához. És ő mindkettőbe bele van foglaltatva. Amennyiben a félelem bele van foglaltatva a jóság és a szeretet oldalába, akkor az tökéletes szeretet, ahogy annak lennie kell, mivel a félelem egy olyan parancsolat, mely magában tartalmazza az összes parancsolatait, mivel az a teremtőbe vetett hithez vezető kapu. És amilyen mértékben felérd az emberben a félelem, abban a mértékben található meg a teremtő irányításával vetett hit az emberben. Ezáltal a félelmet nem szabad elfelejteni egyik parancsolatból sem. És ez különösen így van a szeretet parancsolatával, azaz a félelemnek fel kell ébrednie azzal együtt, mivel a félelem valójában bele van olvadva a szeretet parancsolatába. Ennek okán az embernek fel kell ébreszteni a félelmet, a szeretetet mindkét oldalon. A szeretetben, a kegyelem és az ember útjának sikere idején, valamint a szeretetben, a kíméletlen din idején. Mivel az irány a teremtő felé, a valóságérzékeléssel függ össze, amelyben mi a világ, a teremtő, a viszonyok, egyetlen hatalmas kapcsolatban vagyunk, és ezt a megszűnési vágy felett építjük ki, és nyilván a közösség felé fordulunk, a teremtő felé fordulunk, ez pedig csak úgy lehetséges, hogy fölemelkedünk a megszűnési vágyunknak egy ellentétes irányba, és ezért itt két dolog van. A félelem, tehát, hogy én nem tudok eléggé szeretni, aztán az, hogy a többé nem szeretek engem, tehát itt mind a két irányban van minden érzék különbözetnek leírása. De minden, vagy az egóban ébül, vagy felette, nincs harmadik út. Igen. Ezért mondjuk azt, hogy a félelemnek kell felébresztenie a szeretetet. Mivel a félelem valójában bele van olvadva a szeretet micvájába. És
Csak a kimeneten ítéletek idején lehet a szeretetben megtalálni magunkat. Ezért mondva van, hogy a félelemnek a szeretethez kell tapadnia. De hogyan tapad ahhoz? Tehát föl kell ébredni a szeretetnek ebben egy időben, akkor felébredhet az emberben a tökéletes szeretet is ezzel egy időben, és itt megismétli a szeretet két oldalát, akár az ítéletek, akár a kegyelem oldaláról beszélünk, valamint az útjainak sikereiről. Azt mondja ugyanis, hogy az embernek fel kell ébreszteni a félelmet, a szeretet mind a két oldalán, hogy a kegyelem idején és az ember útja sikereinek idején is felébredjen a teremtő iránti félelem, nehogy a bűn azt okozza, hogy kihűljön a teremtő iránt érzett szeretet. Ezáltal a félelem be van foglaltatva a szeretetbe. Ugyanígy a szeretet másik oldalán is, a kíméletlen ítéletek idején föl kell ébresztenie a teremtő iránt érzett félelmet, és nem szabad a szívét megkeményíteni az embernek, majd gondolatait az ítéletekről elfordítania. Ezáltal ő ugyanúgy bele lesz foglaltatva a félelem, ugyanúgy belefoglalhatja a félelmet a szeretetbe. És ennyiben így cselekszik, állandóan teljes és tökéletes szeretetben van, ahogy annak lennie kell. A félelemnek a hesed oldalán történő integrálódásával kapcsolatban a következő példát verset hozza. Boldog az, aki állandóan fél. Azt magyarázza az állandóan szóról, hogy ez azt jelenti, hogy még akkor is, amikor a teremtő róla kedvezően gondoskodik, akkor is félnie kell, nehogy az embernek bűnt okozzon. És nyilván a szeretetnek az integrációjáról az ítéletek idején nyilván a következő verset hozza, aki megkeményíti a szívét, szerencsét is önbe zuhan. Ez azt jelenti, az emberek nem szabad megkeményíteni a szívét a din idején, mert akkor belezuhan a szitra akrába, amely gonosznak van nevezve. Ehelyett abban az időben az embernek még inkább fel kell ébreszteni a félelmet, hogy félje a teremtőt, és hogy bele tudja foglalni a félelmet, amit akkor érez a teljes szeretetbe. De sem az első félelmet, sem a második félelmet azért kell éreznie, hogy ne a saját érdekét szolgálja, hanem csak is az attól való félelmet, hogy nem lesz elégségesen képes megelégedettséget okozni a teremtőnek. Ezáltal az első két parancsolat tisztázva lett. Az első parancsolat a félelem, a tóra és a parancsolatok teljessége. A kezdetben az első verzió van elmagyarázva. A kezdetben Isten megteremtette a mennyeket és a földet. Más szóval, a félelem az első, és a mennyek és a föld, amely a zon ágai, a bia világaiba, abból származnak. A második vers annak büntetését jelzi, négy halált. A tohut, a bohut, a megkövezést, sötétséget, égetést és a szellem megölését kardálta. A második parancsolat a szeretet. Ez abban a versben van elmagyarázva, hogy Isten azt mondta, legyen ott fény. Ennek két oldala van. Az első oldal, boldogan él, gazdagsággal, hosszú élettel, gyermekekkel és táplálékkal, gondoskodással. A második oldal, hogy a teljes lelked és teljes erőddel, amikor a teremtő elveszi a lelkedet és minden tulajdonodat, és a szeretet ugyanolyan teljes és tökéletes marad, mint amikor gazdagságot és hosszú életet ad. És ezen teljes szeretet felfedezése érdekében a teremtés cselekedetének fénye el lett rejtve. És amikor az el lett rejtve, a kíméletlen ítélet előjött. Ugyanígy a szeretetnek össze kell keveredni a félelemmel annak mindkét oldalán. Az első oldalon az embernek félnie kell attól, nehogy bűnt okozzon, és hogy ezáltal a szeretete lecsökkenjen. A másik oldalon az embernek félnie kell a rejtettséget, mely az ítélet, mely a teremtő megítélte őt, ahogy az megfelel a Zohár szavai szóbeli jelentésének.
Azonban, hogy folytassuk a magyarázatot a többi parancsolattal kapcsolatban, a dolgokat mélyebben is tisztáznunk kell az acilut magasztos szintjein. A Zohár a Hawaii négy betűjére utal, a Huptumra, mint a félelem, a szeretet, a Tóra és a parancsolat. A Jud a Hokma, a félelem, az első Héj, a Bína a szeretet, a Vav a Tóra és az alsó Héj a Micva, parancsolat. Írva van, hogy Isten kezdetben megteremtette. Ez az első parancsolat azok, az összes parancsolat közül, és ez van félelemnek nevezve úgy, hogy Isten félése a kezdetben, mivel a Parcik Arunka, Arikampin az acilut világának teljessége, mely ruházataink keresztül ragyog az összes világok számára. Mely ruházatok vannak Abave Imának, Jeszutnak és Zonnak nevezve. A másik neve Hokma Stima, rejtett Hokma, a rejtett agy arámi nyelven, mivel annak a hokmája le van blokkolva annak rosában, és abból semmi sem lehet átadva a világoknak. Ehelyett a Bina Dari Kampin ragyog a világok számára. Ennél fogva a Bina van kezdetnek nevezve, mivel az a kezdet és eredete az összes világoknak. Olyan néven is van nevezve, hogy a teremtő félése, a magasztosság félése, mivel ő hatalmas és uralkodik mindenek felett. És az eszenciája és eredet az összes világoknak és minden másnak semminek van tekintve hozzá képest. És a Zón, mely megyeknek és földnek van nevezve, tőle származik. Ez a jelentése a versnek, hogy Bereshit kezdetekben, azaz félelemmel Isten megteremtette a mennyeket és a földet, mely a Zón. Írva van, az Úr félése a bölcsesség kezdete, és az is írva van, az Úr félése a tudás kezdete. Mivel a félelemnek van kezdetben, félelem van kezdetben nevezve, mivel a Mohin, a Habad, bár a Mohin hokmája nem valódi Hokma Dari Kampin, hanem csak Bína Dari Kampin. Mindez azért van, mivel amikor a Bína Dari Kampin fölmelkedik a Rosh Dari Kampinhoz, visszatér, hogy ott hokmává váljon. A hokmát a parcufoknak kínálva. Ebből az következik, hogy a Bína, amely a félelem, a hokma kezdete, ahogy írva van, az Úr félése a bölcsesség kezdete. És ugyancsak ő a tudás kezdete, mivel a tudás, az a dát, a Zon eredete, amely felemeli őt a Rosh Dari Kampinhoz, hogy ott hokmát kapjon, ezáltal a Zon ugyancsak megkapja a hokmát tőle, ahogy írva van, az Úr félése, a tudás kezdete. Az lett mondva, hogy a második parancsolat, az a parancsolat, ami az a félelem parancsolához hozzátapad, és amely azt soha nem hagyja el. Ez a szeretet parancsolata, azaz, hogy az ember szereti a mesterét teljes szeretettel, mivel a hokma van szeretetnek nevezve. De mivel a Yud de Havaya, a Bína lényege, a benne lévő gár, a felső Abave Ima, a tiszta avír, levegő és a hokma fénye ebben van elrejtőzve. Ugyanígy a hokma fényének felfedezése a Zadde Bínából, mely a Zadde Jeszutnak van nevezve, az első Héj de Havaya, amiatt ők szeretetnek vannak nevezve. Ez a második parancsolat a félelem után, mivel ez a hokma nem a hokma, de az Arikampintól magától származik, hanem a Bínától, ami a félelem. A félelem parancsolata ahhoz csatlakozik, és soha nem hagyja azt el, azaz a Bína mindig egyesülve marad a hokmával, és soha nem hagyja azt el. És bárhol a Bína jelen van, a hokma szükségszerűen vele együtt található, mivel a hokma Bína mindig egymáshoz tapasztva található, és mi soha nem találunk hokmát Bína nélkül, vagy Bínát hokma nélkül. Bína without Hokma.
Ezáltal azt mondja nekünk, hogy bár az lett mondva, hogy az első micva a félelem, a bína, ne kövessük el azt a hibát, hogy azt higgyük, hogy a bína hokma nélkül van. Hasonlóan a második parancsolathoz, mely a szeretet, a hokma, ne higgyük azt tévedésbe, hogy a hokma a bína nélkül van. Ehelyett létezik hokma az első parancsolatban, és létezik bína a második micvában. Ugyancsak mivel a hokma bína össze van keveredve, és együtt járnak, soha nem válnak el egymástól. Azonban uralkodásnak megfelelően nevezzük meg őket. Az első parancsolatban a felső abaveima garda bína, a bína eszenciája, a bína az elsődleges meghatározó, ezáltal az félelemnek van nevezve. A második parancsolatban a hokma az elsődleges meghatározó, ezáltal szeretetnek nevezzük. És mi a teljes szeretet? Ez a hatalmas szeretet, ahogy írva van, és Isten azt mondta, legyen ott fény. Ez azt jelenti, hogy a Bereshit az egy érthetetlen vers, és a Bereshit feltárulása elsősorban azzal a verssel kezdődik, hogy legyen ott fény, amely a bína a Reshit felemelkedése a Rosh Dari Kampinhoz, ahol az ismét hokmába fog válni. Ebben az időben a hokma bína együttesen hatalmas szeretetnek van nevezve. Ez a legyen ott fény, mivel a bína felemelkedett az Arihampinghoz, és fényt ad az összes világoknak, hatalmas szeretetnek, világoknak hatalmas szeretettel, mely a hokma és bína együtt. Feljebb az lett mondva, hogy a teremtő iránti szeretet két oldalon van megmagyarázva, hogy létezik olyan, aki a teremtőt azért szereti, mivel vagyonnal, hosszú élettel, gyerekekkel látja el, uralkodik ellenségei felett, útjai biztosak, és mindezek miatt szereti az Istent. És a teljes szeretet a mindkét oldalon, mind a din, mind a hesed oldalán, és útjainak sikerében. Azaz, az emberek akkor is szeretnék el teremtőt, amikor elveszi lelkét tőle. Ez a teljes szeretet mindkét oldalon, hesedben és dinben is. Ezáltal a teremtés cselekedetének fénye előjött, és utána el lett rejtve. És amikor az el lett rejtve, a kíméletlen din előjött. Ezért van mondva, hogy legyen ott fény. Ezért a világért, és legyen ott fény a következő világért, mivel ő látta, hogy ez a világ alkalmatlan a használatra, és ő megállította és elrejtette azt a következő világban, a Parsa fölé, az Arihampin beleiben, amely a következő világ azon a helyen, ahol a felső abaveima áll, amely a Gardabina, amely a Hazede Arihampinnál fejeződik be. A Parsa helyén, mely elválasztja a felső vizeket, a felső abaveimát az alsó vizektől, a Jeszuttól és a Zontól. Mivel a fény elsötétül a Hazede Arihampintól, tehát az Arihampin parcufjának melkosától lefelé, és többé nem ragyog. És a fény a Jeszutban van elrejtve, mely a Arihampin hazajétől a tamburjáig áll, azaz az Adde bínában, és nem ragyog azokban. Ebből az következik, hogy a bína két részre oszlott, mivel a fény fel van fedve a benne lévő gár részben, a felső Abave imában, amely a Hazade Arihampin fölött áll, azaz a felső vizekben. És az, aki meg van jutalmazva a felső abaveim a szintjével, rendelkezik vagyonnal, hosszú élettel, és a gyerekei úgy veszik körbe az asztalt, mint olívaültetvények, és uralkodik az ellenségei felett, útjai biztosak, és bármit tesz, sikert arat. Azonban a fény már el lett rejtve a Zadde bínától, amely a Hazade Arihampin alatt áll, azaz az alsó vizektől. Azoknak, akik kapnak meg, még kapnak, szeretniük kell a teremtőt akkor is, ha elveszi a lelküket tőlük. Ez a jelentése a szeretet két oldalának,
mert a Gál és Zabdebina a benne lévő jobbal kapcsolatban, azaz a szeretettel kapcsolatban. Minden a teremtés cselekedete fényének elrejtésével történik, és aki meg van jutalmazva azzal, hogy teljessé vált a teremtő szeretetében, a felső Abaveima szeretetében, és a Jeszut szeretetében, ez a tökéletes szeretet. Az embernek bele kell építeni a félelmet, a szeretet azon két oldalába, mivel a Hesed a felső Abaveim oldalán fel kell ébreszteni a félelmet, hogy ne okozzon bűnt. És ugyanúgy a Jeszut szeretetének oldalán az embernek fel kell ébreszteni a félelmet, a kíméletlen ítéletek, azaz a Jeszut oldalán, mivel amikor még meglátja, hogy létezik kíméletlen din, akkor fel is kell ébreszteni ezt a félelmet. Továbbra is megfelelő módon kell félni a mesterét, és nem szabad a szívét megkeményítenie. Mivel a hokma és a bína, amely a szeretet és a félelem mindig egymáshoz tapad. És ezáltal a bínának a félelmet benne kell foglaltatnia mind a Gárda bínában, mind az Afabe imában, mind az Adde bínában, azaz a Jeszútban is. És akkor a félelem hozzátapad mindkét oldalon, a jó és a szeretet oldalához. És a kíméletlen din oldalához, és bele van foglaltatva azokba. Amennyiben a félelem bele van foglaltatva jó és a szeretet oldalába, az teljes szeretetnek nevezzük, ahogy annak lennie kell. És ott létezik kettő, amely négy itt, mivel a szeretet csak a két oldalon található, a Gár és az Attibina oldalán. És a szeretet nem teljes egyik oldalon sem. Ha csak a félelem nincs benne mindegyikben, mivel itt nem létezhet hokma, bína nélkül, az a szeretet félelem nélkül. Kérdések, magyarok? Andrej Szentpétervárból kérdezi, mit jelent az, hogy a félelmet helyezzük bele a szeretetbe? Mi nem tudunk két mennyiséget összekapcsolódni, minden egyes kapcsolat, minden egyes minőség önálló létezik a természetben. Tehát nekünk kapcsolatot kell teremteni a tudatosan köztük. Tehát, hogy hogyan Tehát itt a Gárdabén és az Adabénáról beszél, a jobb és a bal vonalról, de valójában ez a munkának a lényege. Tehát minden, amit olvasunk, az végső soron arra irányul, hogy az embernek magának kell ezeken a dolgokon átmenni, és neki kell megvizsgálni a saját edényében, mi történik, minden egyes szinten. Tehát az embernek így kell fölémelkedni mindennek, és ez az, amit az embernek meg kell tennie. Tehát meg kell értsük, hogyha mi, tehát az, hogy mi átmenjünk valamin, és ezt tudjuk mondani, hogy mi átmentünk, és ezért megtapasztaltuk, az nyilvánvalóan teljesen másfajta tapasztalat jelent, és ezért a könyvek azok segítenek nekünk felderíteni azokat az állapotokat, amin keresztül kell mennünk. Ez az, ahogy ez működik. John Torontóból kérdezi, mi az a cselekedet, amivel felébreszthetjük a félelmet a teremtő irányába. Nyilvánvalóan nekünk mindig a szeretetből kell lesz felébreszteni a kezdeti kapcsolatból, amit elérünk. És így tudom elkezdeni ellenőrizni, hogy helyes félelemben vagyok-e, vagy nem, hogy pontosan adakodásra vagyok-e. És ezek mind visszatérnek hozzánk. Tehát itt
Nyilván itt a gár és a zat részekkel kell foglalkozni, tehát látnunk kell, hogy mi hogyan működik. Az orosz fordítóktól jött, hogy mi a különbség, ezt nem értettem sajnos. A félelem és az izzadottság, az egyik az az... Tehát nyilvánvalóan az egyikünk az egyik az a kapnakaráshoz kapcsolódik, a félelem, az igazi félelem az adakozáshoz kapcsolódik a teremtőhöz. Tehát én dolgozom a megszerzési vágyamon, és nyilván ezt hívom félelemnek, hogyha én attól félek, hogy képes vagyok adakozni a barátaim irányába, ezt hívjuk félelemnek. A különbség a félelem és a ijegység között. Tehát, ugye az angolban van két szó, nem tudom a magyarból, hogy különböztessen meg ezt. Tehát az ember, pontosan ez különböztet meg az embert egy kutyától, hogy tehát ahogyan a reformál fény hozza nekem azt a fajta félelmet, ami tehát a félelem az a reformál fénynek a befolyásától van, a másik, és attól, hogy a teremtőnek a nagyszerűséget nem tudom megragadni. Tehát itt állandóan éreznem, hogy ő az uralkodó, ő aki ural mindent, ő kontrollál mindent. Tehát ez a legalapvetőbb dolog, amivel foglalkozni kell itt. A rémület talán ez a másik, nem tudom, szó. Nem jutott eszembe ez a szó. Mose kérdezi Hollandiából, mit jelent az, hogy valakire a kemény ítélet ráereszkedik? Tehát, hogy nem tud összekapcsolódni a kő szíve miatt. Tehát milyen állapotban tudjuk mi elérni az, hogy a félelmet, hiszen ma nem törődünk semmivel. Hát ez az okoskodás, amit most mondtok. De mit kell tennünk annak érdekében, tehát, hogy ne azt áruljon föl, hogy mindent magamért akarok tenni. Örülnek, hogy ezt föltárom, ugyanabb. Ez egy kiváló állapot. Tehát ez a hozzáállás, ami föltárul, hogy te önző vagy. Tehát, hogy igazából magadra akarsz gondolni, és hogy milyen nehéz kiszállni. Ez egy kiváló érzés, ha ezt érzed. Ez egy olyan érzéki különbözet, amely nagyon magas szintekhez tartozik. Én szeretet érzek, és a szeretet az ugye mitől függ. Tehát állandóan ellenőrizném kéne, hogy a szeretet az milyen szándék van köztem és a barátok között. Hol látom a behatároltságot. Tehát a határok átlépítését azt olyan tudom akkor megtenni. Én nem akarom ezt átlépni, én el is tolom magamtól. Én azt akarom, hogy a megszerzési vágyam az ne akadályoznak, hogy még ma szeressem őket. Ez a nagy titka. Tehát nekem azt kell éreznem, hogy mennyire szükségem van arra, hogy támogassanak engem, különben tudom elérni a teremtőt. Ez a gyakorlatban lehet meg. Nem kell filozofálgatni itt, próbáljátok ki. És menjünk a lecke következő részére, de előtte énekeljünk egy dalt együtt.